30 milliárdos beruházás, 100 új munkahelyet teremt Nyírbátorban az Unilever 2026-ra elkészülő üzemegysége. Sok az őzláb gomba, elindult a gomba szezon, de nem érdemes minden gombát begyűjteni, amit viszont igen, mindenképpen be kell vizsgáltatni. Átadták az almát, közel egy tonnányit kaptak a Vármegyében állami gondoskodásban élő gyerekek a jótékonysági alma napon szüretelt gyümölcsből. $30 milliárd értékű nyírbátori beruházás jelentett be szerdán Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A brit-holland tulajdonú Unilever új működési egységének építéséhez a kormány 3,9 milliárd forinttal járul hozzá. A 100 új munkahelyet teremtő új gyáregységben 2026-ban indulhat el a termelés. Ezek a nyírbátori Unilever gyár képei. Hamarosan a cég tovább terjeszkedik és külön egység épül, amely aeroszolos dezodorokat gyárt, majd jelentették be a beruházás sajtótájékoztatóján a külgazdasági és külügyminisztériumban. Szijjártó Péter köszöntőjében a gazdasági semlegesség fontosságát emelte ki. Alapvető fontosságú az, hogy meg tudjuk teremteni a gazdasági semlegességét az országnak, ami azt jelenti, hogy továbbra sem vagyunk hajlandóak ideológiai alapon válogatni gazdasági partnerek és beruházók között. Nekünk egy dolog számít az ideérkező beruházások kapcsán, a beruházó és maga a beruházás tartsa tiszteletben a magyarországi szabályokat. És mindaddig, amíg ez rendben van, mi örömmel látunk mindenkit. Ennek a gazdasági semlegességnek köszönhető az, hogy Magyarország továbbra is az export terén kiválóan teljesít. Ugye 95-ek vagyunk lakosságszám szerint a világon, de a 33. legnagyobb export teljesítményt tudjuk nyújtani, és ez nem főre kivetítve, meg ilyen-olyan mesterséges statisztikával van előállítva, hanem ez az export volument illeti, abszolút értékben a 33-ak vagyunk, 62 helyen előbb, mint a lakosság számunk. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője mondandójában az eddig elvégzett kemény munka eredményeként értékelte az újabb beruházás lehetőségét és annak elkövetkezendő pozitív hatásait. Ez a továbbfejlődés lehetőségét jelenti a térségünk számára, Nyírbátor számára, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és az ország számára is, hiszen a 30 milliárd forintból egy új aerozol gyár épül, amely kedvenc termékeket fog gyártani, és a Made in Hungary jelzéssel a világ szinte minden országába el fog jutni ez a termék. Ez munkahelyeket jelent, közel 100 munkahelyet, megélhetést, és hát a térségben pedig adókat, iparűzési adókat is jelent. A sajtótájékoztatón részt vett Máté Antal, Nyírbátor polgármestere is, aki arról beszélt, milyen feladatok elé állítja a város önkormányzatát egy ilyen volumenű beruházás. A feladat az alapvetően két részre osztható, egy részét már elvégeztük, annak eredményeképpen vagyunk itt, tehát azért ez nagyon hosszú, több hónapos előkészítő munka eredménye. Nagyon sok mindent végig kellett gondolnunk, hogy fog tudni megvalósulni egy ilyen beruházás Nyírbátorban, hogy tud úgy megvalósulni, hogy az biztonságos legyen, hogy az ott élő emberek számára a legkevésbé legyen terhelő. Ez az egyik legfontosabb része, itt olyan termékeket gyártanak, ami nagy mennyiségben kerül be az alapanyag a gyárba, és kerül ki a termék a gyárból. A második része a feladatnak, ami ezután következik, itt pedig alapvetően azt kell megnézni a városnak, hogy a környező infrastruktúrát, a különböző környezetet hogyan tudjuk úgy igazítani, egyfelől, hogy a gyár működőképes legyen, másfelől pedig szintén arra kell figyelemmel lennünk, hogy egy ilyen gazdasági növekedés, egy ilyen beruházás, majd annak működése az a lehető legkisebb környezeti hatásokkal járjon, és a nyírbátori emberek, ha lehet így fogalmazni, szinte semmit ne vegyenek ebből észre. És hogyha ezt mind meg tudjuk csinálni, akkor onnantól kezdve már csak annak örülhetünk, hogy minél több ember dolgozik egy ilyen üzemben. A magyar kormány a beruházást 3,9 milliárd forinttal támogatja. A sajtótájékoztatón kiemelték az Unilever társadalmi felelősségvállalását is az országban, miszerint a cég több ezer flakon fertőtlenítő és tisztítószert adományozott az elmúlt évek olyan veszélyhelyzeteiben, mint a Covid vagy a Dunai járvíz.
A Nyíregyházán bevizsgáltatott gombák 60%-a még mindig mérgező. Az időjárás most kedvezett a kora őszi őzlábgombának, de gyakran találni az erdőkben csiperkét, szegfűgombát és vargányát is. Minden esetben érdemes ezeket bevizsgáltatni, mert a gomba meghatározó applikációk nem teljesen megbízhatóak. Jó, rendben van. Nyírtelek határában szedték pár napja ezeket a gombákat. Közel 2 kilónyi mennyiséget hozott be az úriember. A terítés és vizsgálat során pedig a szakértő megállapította, hogy nincs benne mérgező, így bátran fogyasztható a szegfűgomba. És mi lesz belőle, azt lehet már tudni? Hát, így, hogy be van vizsgálva, nem, és lehet? Mert tudom, az asszony dolga a főzés, úgyhogy ő fogja majd. De akkor ez lehető. Lehető, jó. Hát nagyon szépen köszönöm. Érdemes kicsit távolabb is menni annak, aki jó minőségű gombát szeretne találni a túra során. Újhutáról például vargányagombát hoztak bevizsgáltatni. A leggyakoribb gombák most az őzlábgombák, a csiperke, szegfűgomba, vargánya, pöfhetek gombák, meg nagyon sok mérgező csiperkét hoznak most be, és nagyon előjött az erdőben. A laikus gombászok gyakran keverik össze a szegfűgombát a parlagi tölcsérgombával, a karbolszagú csiperkét pedig az ehető csiperkével. Megkülönböztetni ezeket a lemezük, tönkjük és kalapjuk alapján lehet. Manapság már szinte mindenre van valamilyen applikáció, így természetesen a gomba meghatározásához is. Bár ezek az alkalmazások nagyon hasznosak tudnak lenni, azért nem szabad vakon megbízni bennük. Nekem az a tapasztalatom, hogy legutóbb behoztak egy ehetőnek minősített gombát, amit az applikáció ehetőnek minősített. Azt mondta az applikáció, hogy ez a rizike, és egy begöngyölt szélű cölöp faj volt, egy mérgező. A szakember azt tapasztalta, az elmúlt 5 évben elindult egy fejlődés. Egyre többen figyelnek oda, hogy a különböző helyről begyűjtött, vagy különböző fajtájú gombákat jól elkülönítve tárolják. De még így is a gombavizsgálóba bevitt növények 60%-a mérgező. Az elmúlt hónapok legjelentősebb üzemanyagár emelkedését tapasztalhattuk csütörtökön a kutakon. A benzin esetében a változás mértéke bruttó 8 forint, míg a gázolajért bruttó 10 forinttal kell többet fizetni. A 95-ös benzin átlagára így 598 forintra, a gázolajé pedig 611 forintra emelkedett. Közel 1 tonna almát adtak át a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében állami gondoskodásban élő gyerekek számára. Az almát az ősz köszöntő jótékonysági Szabolcsi Almanapon szedték le. A jelképes átadó Máté Szalkán a vármegyei gyermekvédelmi központban volt. Itt még szedik a Nagykáló tész almás kertjéből a jótékonysági célra felajánlott gyümölcsöt. Évről évre a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye gyermekvédelmi hálózatában élő fiatalok számára juttatják el a közösen leszedett almát. A programot közösségteremtő céllal már 6. alkalommal rendezték meg. A közös munkánál inkább közösségteremtő tevékenység nagyon kevés van, hogy azok a közéleti személyiségek a vármegyéből, akik ezen részt vesznek, egyébként a mindennapi munkájuk során is gyakran találkoznak egymással és dolgoznak együtt, viszont egy ilyen jótékonysági akció keretében, egy almaszedés keretében azt gondolom, hogy ez még inkább szorossá válhat az a munkakapcsolatom egyébként is kialakult korábban. Van nyilvánvalóan egy ilyen szerepe, mindemellett ami a legfontosabb az, hogy nagy örömmel jön mindenki és vesz részt ebben az akcióban, főleg, hogy egy jótékonysági része is van. A nem első osztályú gyümölcsök egy része feldolgozásra került, az almaléből a gyerekeknek is vittek kóstolót. Az alma átadással az egészséges életmódra szeretnék felhívni a figyelmet, mondta el Bölcskei György, aki almás kertjét évről évre felajánlja a jótékony célra. Az egyik legáltalánosabb gyümölcs, de azért tudjuk azt, hogy mögötte nagyon sok olyan gyümölcs van, ami biztosítja az egész éves érdeklődésünket, valamint a zöldségekre is ugyanígy. És azért mondtam, hogy jelkép, hiszen mondhatnánk ugyanezt egy paprikára is, mindenről mondhatnánk, de ez a legáltalánosabb. Tehát azért, hogy ezzel felhívna a figyelmet arra, hogy valóban az egészséges táplálkozásnak ez egy döntő része. Én magam is ezt gyakorlom, igen. A megszervezett szüreten közéleti szereplők vettek részt, akik munkájukkal a szabolcsi almát is népszerűsítették. A jótékonysági akció keretében közel 1 tonna gyümölcsöt adtak át.
Péntek reggel 8 órakor a nemzetiségi nyelv és irodalom emelt és középszintű írásbeli vizsgákkal veszi kezdetét a 2024-25-ös tanév őszi érettségi vizsgasorozata. Az őszi érettségin rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az idei önkormányzati választáson több mint 90%-ban független vagy kormánypárti jelölt nyert el a polgármesteri széket. A mandátumot szerzett település vezetők október 1-től kezdhették meg az 5 éves ciklust. A legköszönő polgármestereknek ünnepélyes keretek között a vármegyei közgyűlés elnöke, valamint a vármegyei főispán adta át Navracsics Tibor miniszteri köszönőlevelét. A frissen leköszönt polgármestereknek szól a muzsika a Vármegyeháza dísztermében Nyíregyházán. A Vármegye 229 településéből 51 helyen kezdte meg működését új polgármester 2024. október 1-jével. Ezen települések jelentős részén azért került sor polgármesterváltásra, mert a korábban hivatalban lévő polgármester úgy döntött, nem méretteti meg magát újra, vagy nyugdíjba vonult, mondta el Román István. Összehasonlítjuk a 2019-es választásokkal, akkor azt láthatjuk, hogy közel azonos számban volt változás a településeink életében. 2019-ben 51 helyen történt polgármesterváltás. Ez azt gondolom, hogy egy visszaigazolása annak, hogy vármegyénkben a polgármesterek munkájával a lapjában véve elégedettek az emberek. Másik oldalról nézve a polgármesterek is szívesen végzik ezt a tevékenységet, ami azt gondolom, hogy egy nagyon szép és rendkívül ember próbáló feladat egyébként. A legkisebb településtől kezdve a legnagyobb városokig, és azt mutatja, hogy van itt egy olyan közösség, polgármester közösség a vármegyében, akikre a lakosság is nagy bizalommal számít, akik felé nagy bizalommal fordul, és akiket megbíz azzal, hogy továbbra is intézzék a közös ügyeiket. A 2024-es önkormányzati választásokon mandátumot szerzett polgármesterek döntő többsége függetlenként vagy a Fidesz-KDNP jelöltjeként tudott győzni. Ha megnézzük azt, hogy a polgármesterek, akiket most megválasztottak, milyen színekben indultak a megyében, akkor elmondhatjuk, hogy a több mint 90%-ában, vagy függetlenként, vagy pedig a Fidesz-KDNP pártszövetség támogatásunként nyerték el a munkájukat, bízták meg őket a helyiek azzal, hogy a közös ügyeket intézzék. Így azt gondolom, hogy ilyen tekintetben a vármegyében földindulás nem történt semmiféleképpen, de ennek az alapja azt gondolom az, hogy elégedettek az emberek személyesen a polgármesternek a teljesítményével. Navracsics Tibor a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszterének köszönő levelét Román István főispán és Sesták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnöke adta át azoknak, akik 2024. október 1-től nem folytatják településvezetői munkájukat. A közszolgálat az emberpróbáló feladat, különösképpen polgármester kollégáknak, akiknek olyan sok feladatot kell megoldaniuk, sok esetben olyat is, ami nem tartozik a hatáskörükbe. Tehát egy településnek a menedzselése, az arcának lenni, az egy tényleg emberpróbáló és egész embert igénybevevő hivatás, talán mondhatom így, hogy hivatás, és azt szeretnénk megköszönni ezen az alkalommal, Navracsics miniszter úr megbízásából, amit végeztek a településükért, amit akár évtizedek munkájával is tettek egy-egy közösségért, azt gondolom, hogy megérdemlik az elismerést egy oklevél átadásával. Sesták Oszkár hozzátette, első alkalommal és egyben hagyományteremtő céllal szervezték a rendezvényt. Woody Allen egyik klasszikus vígjátékát láthatja a közönség Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Színházban. A jász újra szem arra mutat rá, hogy ha az életünk válságba kerül, kellő öniróniával és egészséges humorral mindig tudni kell önmagunkon nevetni. A darab Rák Zoltán rendezésében október 11-től látható a Krúdi Kamarában. Jó napot kívánok! Ellen Félixnek hívnak, filmkritikus vagyok. Kritika, recenzió, ilyesmi. A Jászd újra szem főszereplője egy gátlásos, esetlen, szemüveges, neurotikus, New York-i művész értelmiségi férfi, akinek zsákutcába kerül az élete. Felesége otthagyta, egyedülül feldúlt Manhattani lakásában, és kudarcainak okairól töpreng. A keserédes végjátékot Rák Zoltán rendezte a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színpadára.
Nekem az a tapasztalatom, hogy több ezer éve a viszonyok nem változnak. Tehát, hogy aki szerelmes, az 5000 éve is iszonyatosan elveszett lehetett. Ezért az a tanácsom, hogy nézzék meg, ami különleges ebben az előadásban, az talán a Woody Allennek a világa, vagy ez a forma nyelve, ami talán sokat tud mondani a nézőknek. 1969-ben színdarabként mutatták be New Yorkban a Jászd újra szemet. A film ebből a forgatókönyvből készült el 1972-ben. Magyarországon az első bemutató 1983-ban volt a Víg Színházban, 2024-ben pedig Nyíregyházára is megérkezett, telefilmes elemekkel. Itt a nehézségek abban állnak, hogy tele van álomképpel, ábrándokkal, visszaemlékezésekkel, ami ugye filmben nagyon egyszerűen működik, van, és itt és máshol vagyunk. Ez színpadon nem olyan egyszerű, de van nekünk két csodálatos tervezőnk, Kondrasek Péter a díszlettervező és Cselényi Nóra a jelmeztervező, akik nagyszerűen áthidalták ezt a helyzetet a csodás díszlettel és jelmezekkel. Plusz azért nagyon szépen van világítva, használunk videózást, és a hangosítás is sokat segít nekünk ebben a dologban. A próba alatt a szereplőknek is voltak meglátásaik, hogyan lehetne kicsit egyedibb a klasszikus vígjáték, hogy lehetne befogadóbbá, maibbá tenni a hazai közönségnek. A rendező pedig ennek sokszor teret engedett. Hogy ez mennyire sikerült, azt október 11-től bárki megnézheti Nyíregyházán, a Móri Zsigmond Színház Krúdi Kamara termében. Nem szvingerezik. Miattam. Hazai pályán szenvedett vereséget a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Tréki Tamás együttese az MB2 D csoportjának negyedik fordulójában 31-30-ra kapott ki a Hajdúböszörménytől. A tabellán hetedik Nyírbátor szombaton a 4 ponttal 5. Deac 2-t fogadja. Amíg pont nélkül álló Nyírbátor szerezte meg a vezetést, aztán felváltva estek a gólok. Az első fél időben egyik csapat sem tudott komolyabb előnyre szert tenni, 30 perc játék után 12-11 állt az eredményjelzőn. Fordulás után negyed óráig nem változott a játék képe, aztán elkezdett ellépni a hazaiaktól a Hajdúböszörmény. 5 perccel a meccs vége előtt már 5 góllal vezettek a vendégek. Ekkor nagy hajrába kezdett a Nyírbátor, de ez csak arra volt elég, hogy egy góra csökkentse a különbséget, így a negyedik meccsén negyedik vereség is szenvedte el Tréki Tamás együttese. Én úgy gondolom, hogy és ezt fáj kimondani, az akarati tényezők, hogy múlt nem betöltünk, nem küzdöttünk, olyan amatőr gólokat kaptunk sajnos, ami ezen a szinten nem engedhető. A második fél évvel kaptunk 21 gólt, tehát az rengeteg, emellett teljes lekoncentráltság volt a védelemben. Voltak szép momentumok, de sajnos most ugye előttünk 30 gólt, de hát egyszerűen elfogadhatatlan ez a dolog számomra. Nem jobb csapat a Böszörmény, nyilván gratulálunk, mert megérdemelték, tettek érte, de sajnos ez most ilyen tendencia, olyan típus hibákat követünk el hétről hétre, ami nem megengedett. Jó kezdjük a mérkőzéseket, stabil védekezésünk van, most is 10 gól kaptunk az első fél időbe, gyakorlatilag támadhattunk a nagyobb előnyökért, belehibáztunk, de ezzel nincs is probléma, mert nincs játék enélkül, de viszont a védekezésünk az teljesen elfogadhatatlan, hiányzott belőle a fault, hiányzott belőle az elővételezés, tehát gyakorlatilag a Böszörmény úgy lőtt gólt, hogy akart. A csapatkapitány Alves Bence szerint egy győzelemre van szükség ahhoz, hogy a csapat elinduljon felfelé. Én még mindig nem temetném ezt a csapatot, mert egyébként nagyon, nagyon sokat dolgozunk. Az edzéseken a részvétel az aktív, tehát mindenki itt van. Hát nem, talán még ezek nem sikerült beépíteni a fiatal játékosokat, nem sikerült beépíteni az új játékosokat, de ezeket a dolgokat mind-mind akarati dolgokkal lehetne kompenzálni. Remélem, hogy a következő hazai mérkőzésünkön már a mi javunkra fog fordulni, mert én hiszek abban, hogyha elindulunk felfelé, akkor ott nem lesz megállás, és tényleg nagyon-nagyon sokat dolgozunk, és nem az edzés munkával van a probléma, meg nem az edzés minőségével, hanem van egy gát, amit egyszerűen most valahogy nagyon nehezen tudunk meglépni, de én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy sikerülni fog ezt együtt csapatként átlépni.
A forduló további eredményei a következők: Hajdúnánás Balmazújváros 27-28, Kisvárda Hajdúszoboszló 26-31, Deac 2, Szikenyíregyháza 34-35. A tabella élén a 8 pontos Hajdúszoboszló áll, megelőzve a szintén 8 pontos Nyíregyházát. A pont nélkül 7. Nyírbátor szombaton az 5. Deac 2-t fogadja. Pont a Böszörményen játszott az a Debrecen csapat, hogy 45-40, tehát egy fantasztikus védekezéssel társított meccs lehetett, ugye megnézzük nyilván videót, fiatalok, második csapat, veszíteni való nélkül, gátlástalanul kézlabdázhatnak, lőnek, futnak sokat, ezt kell megakadályoznunk, nyilván hazai pályán nem botolhatunk még egyet, meg hát el kell kezdeni a két pontokat gyűjtögetni, mert így nagyon nehéz, tehát lentről nagyon nehéz játszani, fentről azért sokkal könnyebb, de úgy gondolom, hogy képes rá a csapat, képesek rá egyénileg is, csapatszinten is. Egy kicsit mondom, tehát egy pici kell, egy pici-pici szerencse, egy pici akarat, mindenből egy pici, és akkor elindulunk fölfelé. A Nyírbátor Deac 2 mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik az Oktatási Centrum csarnokában. Az 5. forduló további párosítása következő: Balmazújváros Hajdúszoboszló, Hajdúnánás Kisvárda és Hajdúböszörmény Szikenyíregyháza. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. 100 új munkahelyet teremt az Unilever gyár Nyírbátorban, ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be Budapesten. A 30 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 3,9 milliárd forinttal járul hozzá. Az új gyáregységben 2026-ban indulhat el a termelés. Egyre többen figyelnek oda, hogy a különböző fajtájú gombákat jól elkülönítve tárolják, bár az elmúlt 5 évben javuló tendencia mutatkozik e téren, a Nyíregyházán bevizsgáltatott gombák 60%-a még mindig mérgező. A kezdő gombászok leggyakrabban a karbol szagú csiperkét keverik össze ehető társával. Az ősz köszöntő jótékonysági szabolcsi almanapon leszedett közel 1 tonna almát adták át jelképesen szerdán Máté Szalkán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gyermekvédelmi központban. A gyümölcsöt a vármegyében állami gondozásban élő gyerekek kapták meg. Október 10-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk majd ismét. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken nyugat felől egyre nagyobb területen beborul az ég, és egyre több felé várható eső, zápor, helyenként zivatar. A csapadékzóna az esti órákig megközelítőleg a Duna vonaláig jut, eközben a Tiszán túlon ekkor még kevés felhő valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 18 fok között alakul.